kiderüljön valóban mennyi dolgozunk, én kérem készítettem egy kis számítást, aki velem együtt akar számolni, most vegyem elő papírt, ceruzát. Jól tudjuk, egy évben van 365 nap, viszont mi elődeink hosszú harca eredményeként a napoknak csak egy harmadát dolgozzuk át, vagyis a 365 napnak is egy harmadát, mint tetszik látni az eredmény 121 és fél nap. Igen, de vannak fizetett munkaszüneti napok, gondolok itt az 52 vasárnapra, 26 szabad szombatra, a kettős karácsony ünnepre, húsvét hétfőre, új évre, április 4-re, május 1-re, augusztus 20-ra, november 7-re. Ha összetetszenek adni, kijön 86 nap, vonjuk le a 121 és félből a 86-ot, marad 35 és fél nap. Ennyit dolgoznánk, tehát kedves nézőnk, egy évben. Ha nem lenne fizetett szabadság, de van 14 nap. Vonjuk le a 35 és félből a 14-et, marad 21 és fél nap. Ennyit dolgoznánk, tehát kedves nézőnk, egy évben. Ha nem lenne ebédszünet, de van, mégpedig naponta fél óra. Tessék utána számolni, ez egy évben 60 és fél óra, azaz egy teljes 44 órás munkahét plusz még két nap, vagyis további 8 nap. Vonjuk le a 21 és félből a 8-at, maradt 13 és fél. Tulajdonképpen tehát ennyit dolgoznánk, kedves nézőnk, egy évben. Dolgoznánk, ha nem lennének munkaidőben szervezett zárszámadás, röpgyűlés, termelés, értekezlet, szeminárium, szakszervezeti gyűlés, pártokgyűlés, gépkarbantartás, leltár, anyaghiány, üzemzavar, és így tovább. Én erre igazán nagyon szűkmarkúan napi 20 percet számoltam, ez egy év alatt 2420 perc, vagyis 40 óra, azaz 5 munkanap. Mondjuk le a 13 és félből az 5-öt, maradt 8 és fél. Tehát ennyit dolgozunk, kedves nézőnk, egy évben. Dolgoznánk, ha nem jönne közben valami, de általában mindig közben jön valami, például egy influenza járvány, megbetegszünk, megbetegszik a gyerek, hozzák a tüzelőt, nem hozzák a tüzelőt, jön a szerelő, nem jön a szerelő, tanácsba kell menni, bíróságra kell menni, és így tovább, és így tovább. Erre én hetenként egy másfél órát számoltam, ami egy év alatt 68 óra. Tessék utána számolni, ez 8 és fél nap. Most a 8 és félből kivonjuk a 8 és felet, az eredmény 0. Ennyit dolgozunk tehát, kedves nézőink, egy évben. Hát tessék megmondani őszintén, ezt a rövidke időt nem lehetne tisztességesebben, becsületesebben végig dolgozni.